Sziasztok, Dogi vagyok. Egy olyan helyzetjelentő videóval jelentkeznék most, illetve inkább egy olyan videóval, amiben elmondom, hogy nagyjából miket tervezek a csatornára, vagy milyen ötleteim vannak a csatornával kapcsolatban, és szeretném kikérni a véleményeteket, hogy nektek mi tetszene, esetleg milyen plusz ötletetek van, hiszen ugye mostanában elég egyhangú lett a csatorna, hiszen ugye nincsenek snapshotok, és ugye szinte csak mocreatures van rajta, és szerintem nem mindenkit érdekel az ilyesmi, illetve biztos vagyok benne, hogy vevők lennétek másra is, és ezért is gondoltam azt, hogy nagyjából úgy felvázolom, hogy mikre gondoltam, és szavazzátok meg, hogy ti mire vagytok kíváncsiak, vagy ha van valami plusz ötletetek, írjátok meg nyugodtan. Szóval én először is arra gondoltam, hogy ugye játszanék esetleg más játékokkal is, és itt két dologra gondoltam, az egyik az, hogy inkább ezt csinálnám egyébként, hogy szívem szerint olyan játékokkal játszanék, amikkel mondjuk gyerekkoromban játszottam, tehát ilyen full retro sorozat, bár erre nem tudom, hogy mennyire lennétek vevők. A másik pedig az, hogy többen is írtatok egyébként játékokat, hogy játszak azokkal, viszont a felét vagy nem ismertem, vagy olyan játék volt, aminek az előző részeivel nem játszottam. És ugye azért úgy belekezdeni egy sorozatba, hogy az előző részekkel nem játszottam, azért az elég meredek dolog. Volt, aki olyat is írt egyébként, ami nekem tetszett, és meg is van egyébként eredeti játék van. Viszont nem tudom, hogy ti arra mennyire lennétek kíváncsiak, úgyhogy ezen még elgondolkozom. Egyébként amit írtak, az például a Spore, azt nagyon szeretem azt a játékot, arról szívesen csinálnék videót is, viszont nem tudom, hogy mennyire lenne ez izgalmas, tehát hogy ezt meddig lehetne elhúzni, illetve esetleg még Skyrim-mel játszanék, viszont nem nagyon tudom, hogy lenne erre esetleg igény, illetve hogy mennyire bírná a gépem ezt az egészet, úgyhogy erről még nem nagyon tudok semmit se ígérni. Aztán többen is írtátok azt, hogy ugye legyen egy ilyen Let's Play sorozat, ilyen mocreatures-ös Let's Play. Hát egyedül nem tudom, hogy mennyire lenne ez izgalmas, mennyire tudnám elvinni ezt a sorozatot, viszont hirtelen most nem nagyon tudok olyan embert, akivel együtt videóznék. Legalábbis nem tudom, hogy ő esetleg videózna velem együtt. Úgyhogy igazából ezt nem tudom, hogyha ti kíváncsiak vagytok úgyis, hogy esetleg csak egyedül játszok mocreatures-szel, azt megpróbálhatjuk. Nem tudom egyébként mennyire lesz izgalmas, úgyhogy ha csak én beszélek magamba. Aztán ugye többen is írtátok azt, hogy legyen vlog sorozat. Hát ennek az egy hátulütője van, hogy nekem nincs kamerám. Illetve, hogy én rettenetesen szégyenlős lány vagyok, és nem tudom, hogy mennyire bírnám ki ezt a vlogolást. Biztos, hogy az első videót kitörölném 80-szor, mert nem érezném magamat olyannak, hogy ezt felmerném tenni az internetre. És ami még volt, az az, hogy arra gondoltam, hogy esetleg csinálnék egy ilyen kérdezfelelek műsort, amiben ti tudtok nekem kérdéseket küldeni, azt még egyelőre nem tudom, hogy mondjuk erre csinálok egy Ask FM fiókot, mert most ugye mindenki azon lóg és az a menő, vagy esetleg csak simán itt a YouTube kommentek között lehet kérdezősködni. Az Ask FM-et én azért tartom egyébként jobbnak, mert arra nem kell regisztrálni, tehát ott az is tud kérdezni, aki esetleg nem regisztratikus. Viszont ennek ott van az a hátulütője, hogy mondjuk lennének olyanok, akik ugye jönnének anyázni, stb. Mondjuk az ilyen kérdéseket kitörölném a videó előtt, tehát azt, hogy mivel foglalkozik anyukám, arra nyilván nem fogok válaszolni. Igazából ezekre gondoltam most így hirtelen, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek mi tetszene a legjobban, hogy esetleg más játékkal is játszok, esetleg csinálok egy Let's Play sorozatot, ezt a kérdezfelelek dolgot, vagy esetleg még az is lehet, hogy új mod bemutatókat készítek, új modokat mutatok be olyan részletesen, mint a mocreatures. Egyébként, hogyha van valami hasonló mod, mint a mocreatures, tehát nem nagyon technikai mod, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy ti erre kíváncsiak lennétek, ebbe sok minden van, szívesen látnátok róla részletes videókat, mert hogyha tetszik, esetleg szívesen csinálok arról is egy ilyen videós sorozatot. Igazából nem vagyok egy túl nagy modos ember, szóval elég kevés modot ismerek, viszont amiket ismerek, azokat nagyon szeretem, és esetleg, hogyha ismertek ilyen állatos, vagy bármilyen új szörnyes modot, nyugodtan írjátok meg tényleg. Megnézem, ha tetszik, csinálok róla videót, esetleg ilyen részletesebb videót sorozatokban, kis részekben. Igazából egyébként ennyi is lenne. Szavazzatok, írjátok meg a véleményeteket. Köszi szépen a végignézést. Doggy voltam, sziasztok!